Azért mondjuk Tilla elég sok mindent látott már, hiszen ő is jó néhány televíziós műsort készített, de azt hiszem, nyugodtan, bátran kijelenthetem, hogy a következőkben olyan képeket mutatunk majd önöknek, amelyet a magyar televíziózásban soha nem láthattak még ezt megelőzően. Nekem picikét úgy tűnik, mintha a legutóbbi romantikus érintése után most kimondottan egy csókra vágyna, egy veszélyes csókra, a halál csókjára. Következő fellépőnk Rakoncai Máté. A kiválasztott színpadán Rakoncai Máté. Máté, nyílt titok, hogy a tegnapi próbán nem ment minden zökkenőmentesen, és akkor még elég finoman fogalmaztam. Nem sokon múlott, hogy tényleg rosszul legyél, illetve hogy újra kelljen éleszteni. Úgyhogy muszáj megkérdezni, biztosan készen állsz arra, hogy végigcsináld azt, amit terveztél? Igen, eldöntöttem. Meg akarom csinálni. Jó, rendben. Egy orvos szakértőt is hívtunk a helyszínre, dr. Kelemfi Tamást. Kérem, doktor úr, hogy fáradjon a színpadra. Picit közelebb, ha szabad kérnem. Jó estét kívánok, doktor úr. Doktor úr, hogyha valakinek leáll a szívműködése, akkor ez nagyjából mennyi ideig tartható állapot, mondjuk maradandó károsodás nélkül? Ha leáll a szívműködés, az a klinikai halál állapota. Gyakorlatilag 4 percen belül visszahozható az életbe a beteg, amennyiben sikeres újraélesztést hajtanak végre. Tehát 4 percen túl maradandó agyi károsodás, illetve végleges halál a következmény. Rendben, de ez a 4 perc, ezek szerint ez már tényleg egy szélsőséges eset, igen. És ott már muszáj közbeavatkozni. Mi az a legrövidebb időtartam, amit mondjuk még kibírhat Máté? Hát az a helyzet, ha a szív megáll, akkor a lehető leghamarabb el kell kezdeni az újraélesztést, mert rohamosan csökken a siker esélye. Másodpercben kifejezve? Gyakorlatilag megáll a szív, akkor egy 20 másodpercen belül elveszti az eszméletét legkésőbb az illető, és ennyi kibírható különösebb károsodás nélkül. Máté, 20 másodperc, ezt kellene valahogy becélozni. Doktor úr, köszönöm szépen az információkat. Ezzel együtt felkészültünk mindenre. Tehát egy mentő várakozik készenlétben. Én azért remélem, hogy erre nem lesz szükség, jó? Tehát... Én is. Életünk minden pillanata egy lépés. Lépés az ismeretlenbe. De vajon mi vár még ránk? Kérem önöket otthon a tévéképernyők előtt, és itt a stúdióban, hunyják le a szemüket egy kis időre. Idézzék fel életük legszebb, legfontosabb pillanatait. Képzeljék el, hogy lepereg önök előtt az életük. Ha újra kezdhetnék, akkor is ezt az utat választanák? Most nyissák fel a szemüket. Az élet ajándék, de mindenki csak egyszer kapja meg. Ma este speciális kísérletre vállalkozom. Ideges vagyok, mert itt vannak velem, akik nagyon fontosak számomra. Édesapám, öcsém és a barátaim. És még valaki, aki ma nem lehet velem. De tudom, hogy itt van. Szilvi, kérlek, gyere a színpadra. Szia. Szia. Foglalj helyet a széken.
Ma este megkísérlem leállítani a szívemet. Leállítani és újraindítani. Nővér, kérem jön a segítségemre. Kérem, helyezze fel az érzékelőket. Köszönöm. A szívmonitor több különböző helyen figyeli, ellenőrzi a szívműködésemet. A monitor a szív aktivitását jelzi. Nővér, ez az én szívverésem? Igen. Szilvi, tudjuk, hogy testünk, így a szívünk is elektromos feszültséggel működik. Ha ezt kikapcsoljuk, a szív megáll. Ezt az elektromos feszültséget fogom ma használni és kontrollálni. Le fogom lassítani a szívverésemet egészen addig, amíg teljesen meg nem áll. Majd újraindítom. Készülék egy dolog, de én szeretném az emberi ellenőrzést is. Kérlek, tapints ki a pulzusomat. Jobb kezeddel vedd a dobverőt. Kérlek, üss a dobra. Minden szívdobbanásra. Üsd a dobot a szívem ritmusára. Szilvi, bármi is történik, minden az én felelősségem. Tudnod kell. Nővér, önre bízom a döntést, hogy közbeavatkozik-e. Készen áll? Igen. Készen áll, Szilvi? Uh-huh. Üsd a dobot a szívem ritmusára, ha érzed a szívverésem. Akkor kezdjük. Thank you.
segíteni? Figyelj egy kicsit, jó? Leszkos. Valamit meg segíteni? Minden rendben van? Biztos? Hát majdnem megállt az én szívem is. Ennyire közel a halálhoz jártál-e valamilyen formában bármikor? Hát a saját autóbalesetemnél igen, amikor. Hát az meleg volt. Ez gyakran eszedbe jut? Igen. Vagy mondjuk most? Igen. A kezeddel mit éreztél, amikor fogtad Máté karját? Eleinte határozottan éreztem, ahogy lüktet a pulzusa, majd idővel ez ilyen egyre halványabb lett, és te gyakorlatilag eltűnt. Tehát így nem volt, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy rosszul fogom, de nem. Tehát így eltűnt. Ijesztő volt? Hát igen. És utána, amikor visszatért? Hát én már nagyon izgultam, hogy mozduljon meg. Minden rendben? Köszönöm szépen. Tapsoljuk meg még egyszer. Szívű, köszönöm szépen a segítséget. Fáradj a helyedben. Nem tudok más hozzáfűzni a szó Uri Gellerét. Máté. Tudod, you achieve this. Mindegy, hogyan váltottad valóra ezt a lélegzetelállító bemutatót. Én alig tudtam megmaradni a székemen. The suspense was so strong. A feszültség annyira erős volt, hogy a stúdió levegőjét késsel lehetett volna hasítani. Very well performed. Nagyszerű előadás volt. Amikor a Máté föllépett, én nagyon izgultam, mert nem akarok, hogy ezen a színpadon valaki meg fog hallni. És a Mátéban van egy nagyon erős karizma, és aki nézi őt, hisz benne. Ott voltam, fogtam a kezét, a pulzusát, valóban egy idő után úgy hirtelen úgy nem éreztem. Olyan volt, mintha szinte én fognám a Máté pulzusát, és én elhittem azt, hogy ő leállította a szívét, és az, hogy ő ezt így megtette, és tényleg nem volt pulzusa, ezt én díjazom. Az elején tisztán éreztem, amint lüktet a pulzusa határozottan, és utána ez olyan, mintha tompult volna, majd megszűnt volna, majd egy picit, mintha még éreztem volna, és tényleg azt gondoltam, hogy talán nem jól fogom, de tényleg nem volt pulzusa. Fura volt.